A Bursa Hungarika nevű ösztöndíj programot a felsőoktatásban tanulók vehetik igénybe. Szekszárdon tavaly közel 90-en éltek a lehetőséggel. A havonta utalt pénz egy jelentős részét az önkormányzat biztosítja, még egy másik hányadát az állam. A hallgatók rászorultsági alaptól függően kapják meg a különböző nagyságrendű összegeket. Az elbíráláskor a szakemberek azt nézik, hogy a diák családjában mennyi az egyfőre jutó havi jövedelem. Idén október 1-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. 6 millió forintos összeget különít el erre az önkormányzat a költségvetésből. A közgyűlésen felvetődött, hogy esetleg, ha netalántán olyan lehetőségek vannak, hogyha ezt az összeget tudjuk emelni, akkor minden további nélkül emelni kellene, amivel én is személy szerint maximálisan egyetértek. Egy másik a Tanulj, hogy boldogulj nevű pályázatot általános iskolásoknak írták ki. Ezt a megyejogú városban pénzváltót működtető cég finanszírozza, de az elbírálásokban az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. Ennek az a jelentősége, és ez ebben az újszerű és jó dolog, hogy kérem, egy szekszárdi cég támogatja ezt a pályázati kiírást, és itt 10.000 forint per hó összegben, és negyed évet utólag fizetnek azoknak, akik érdemesek és elnyerik ezt a pályázatot. Hát itt is a beadási határidő, ha jól emlékszem, szeptember 24-e, és az Önkormányzat Oktatási Bizottsága, a Ciklámentúrsz fog ebbe a dologba dönteni és folyósítani a díjat ezeknek az erre érdemes diákoknak. A Tanulj, hogy boldogulj nevű ösztöndíj pályázatra 5-től 8. osztályig jelentkezhetnek a diákok.